ügyletet a Pfizer, és ezzel nevel, és ezzel biztosította a gyógyszergyár kvázi monopóliumát. Azt írják erről a üzletről, hogy ez volt messze a legkiterjedtebb EU vakcina szerződései közül, és 35 milliárd eurós feltételezett volumennyivel a legnagyobb adásvételi szerződés, amelyet az EU bizottság valaha kötött egyetlen piaci szereplővel. Arra a videó nyilatkozatomra mondtam, hogy az emberek ne higgyenek a politikai pártoknak, politikusoknak, mert mindenki ugyanaz a gazdája. Kérte, hogy gyűjtsenek minden információt, dokumentáljanak, stb. Ugye Fauci, aki hosszú évtizedek óta az USA legfőbb gyógyszerügyi tanácsadója, Fauci 83 éves, amerikai járványügyi szakember, Ronald Reagan óta minden amerikai járványügyi tanácsadója volt járványügyi kérdésekben. Az elmúlt három évben a világ járványügyi cárja arra volt, aki ha valamit mondott, akkor azt a világ államainak politikusai, szakemberei és médiái, így a magyar is átvették. Tehát az ő véleménye és szerepe meghatározó volt a Covid járvány alatt. Fauci kettő nap alatt 14 óra hosszan hallgatta ki Brad Westbrook, ohiói republikánus képviselő által vezetett vizsgálóbizottság. A kihallgatás során 100 alkalommal emlékezett kiesése volt, de a következőket biztosan állította. 1. Hogy a SARS-CoV-2 laboratóriumból származik. Az nem összeesküvés elmélet, mint ahogyan közben mindenkit, aki ezt vallotta, megbélyegeztek konteusként, és eljárást indítottak ellene, mint ellenem is. Második, amit biztosan állított, az amerikaiakra és persze így a világ lakosságára rót társadalmi távolságtartási ajánlások csak úgy jöttek, és valószínűleg nem tudományos adatokon alapulnak. Tehát ő volt az, aki kvázi mindig megmondta, hogy mit kell tenni a világ országaiban, és képviselte az amerikai gyógyszerügyi hatóságot, illetve a WHO-t és sok minden más ilyen szervezetet. I have no recollection. I'm sorry, would you repeat the question again? What's the question again? I'm not sure. I don't recall anything from that phone call. You know, I don't recall, I may have, but I don't recall. I don't specifically remember. Do you recall that? I don't recall this. If you show me this now and ask me the question, do you recall this? I'd have to say, I don't recall. You know, I don't recall. It's possible, but I don't recall this. You know, I'm not sure. Not specifically that I can recall. Again, it's not something that rings a bell with me that I would remember. I don't recall ever, not to my knowledge, I don't know if they did. I don't recall specifically. Again, I don't recall, may have occurred, but I don't recall them saying that. I don't recall. Szóval ez az ember volt az, aki mindent irányított, és nem emlékszik már semmire. Aztán idézném a német kormányzati intézkedéseket, amely szintén ekkor az én videónyilatkozatom idejében már ismert volt. A német belügyminisztérium extra kidolgozott egy tanulmányt, aminek az volt a neve, hogy worst case scenario, vagyis a legrosszabb esetet kell elmondani és kihangsúlyozni. Hogy hogyan kell majd az embereket megijeszteni, és a gyerekeket is keményen megfélemlíteni kommunikációval, hogy megölik a szüleiket és nagyszüleiket, ha nem követik az előírásokat. Tehát itt van ez a szakasz a dokumentumból. A legrosszabbat kell hangsúlyozni, és azt kell mondani, hogy megöli a nagymamát, nagypapát.
Tehát ezek ilyen előírások voltak azért, hogy meggyőzzék az embereket például az oltás felvételében. Frisz Tamás, Klaus Schwab kínai állami tévében elhangzott interjújáról következőket mondja. Először is ellenmondás nem tűrően bejelenti, mármint Klaus Schwab, hogy ő és a WEF, vagyis a Világgazdasági Fórum elindítja a világ rendszer szintű átalakítását. Schwab szerint a WEF, a Világgazdasági Fórum és globális partnereik meghatározzák, hogyan kell kinéznie a világnak. Sőt, meg kell határozniuk a globális rendszer konkrét elemeit. A fejlett nyugati világ eddig ismereteink szerint a demokráciáról, a népszuverenitásról, a jogállamiságról és az emberi jogokról szólt. Most akkor ezt úgy kell tekintenünk, hogy a nyugati világ vezető, globális urai végleg deklaráltan szakítanak azokkal az alapelvekkel, amelyekre az általunk eddig ismert nyugati társadalmak felépültek. Ez valójában annak a bejelentése Schwab részéről, hogy szabad választások helyett a hatalom szimplán önkényes megragadásával kinevezi magát egyfajta világcsászárnak, aki eldönti, hogy a Föld nevű bolygón a továbbiakban milyen irányba menjenek a dolgok. Minden látszat szerint erről van szó. Persze tudjuk, hogy természetesen kiválasztották őt erre a szerepre, csak éppen nem a démosz, a nép, hanem a globális pénzügyi elit. Többek között a legnagyobb bankár dinasztiák, illetve a WEF-hez kapcsolódó mintegy 1500 multinacionális gigacég, tech óriások és pénzintézetek, vagyonkezelők, a globális technokrácia, amelyek számára Schwab a legalkalmasabb jelölt arra, hogy rajta keresztül átvegyék a globus irányítását a nemzetállamok felett. Tehát ahogy említettem ezt a könyvet, a The COVID-19, The Great Reset, ezt a Klaus Schwab írta meg az elején, hogy tudja mindenki, hogy milyen program következik. Na, milyen fő pontok vannak ebben, ami rendkívül nagy aggállyal töltött el engem akkor is, amikor ezt a videót megtettem. Világkormány, világközponti bank, világvaluta létrehozása, világhadsereg létrehozása. Ez szerepel ebben a könyvben. Negyedik ipari forradalom, totális robotizáció, amivel nem kell mondanom, hogy az emberi munkaerőt teszik feleslegessé. Online távoktatás. A gyerekeink ebbe a másfél évbe is belerukkantak, nem hogy ezt állandóvá tennék. Depopuláció. Ez egy szép nemzetközi szó, csak éppen az emberek nem gondolnak bele, hogy mit is jelent. Ez más szóval népirtást jelent. Olyan módszerekkel, amelyek nem annyira feltűnőek az átlag ember számára. Például oltások hosszú távú emberölő hatása. A gyerekeket a család helyett az állam nevelje fel. Ez akármennyire elképzelhetetlennek tűnik, ebbe az irányba szeretnék terelni a dolgokat. Globális magánvállalatok és az állami vagyonnak összeolvasztásával, tehát ugye ez már most is létezik, hogy PPP, Public Private Partnership, tehát összeolvasztják a magánvagyonokat az állami vagyonnal, és összességében együtt irányítják. Mármint ezek a soha meg nem választott emberek. Magánvagyon megszüntetése, a tulajdon államosítása. Tehát arra megy ki a játék, hogy az emberek elveszítsék a tulajdonukat. Alapjövedelem, amiért cserébe mindent meg kell tegyél, mit élnek. Tehát ugye ez az alapjövedelem jól hangzik, hogy mindenki kap pénzt, csak éppen nem kell érte dolgozni, de ennek az a rákfenéje, hogy amikor kapja, akkor egy idő után feltételekhez kötik. A klímavédelem válságos köntösébe bújtatva extrém adókkal ellehetetlenítik az átlag állampolgárt. Az élelmiszer termelés átalakításával magángazdaságok kiskereskedelmet szüntetik meg. A húst kivezetnék, ugye műhúsokat hoznak be, amiről Bardóz professzor asszony több előadásában már részletesen elmondta, hogy olyan mértékű allergiákat, immunrendszeri túlterhelést okoz, hogy abból azonnal elindulnak az autoimmun betegségek és a daganatok. Kémiai alapon termelt műhús és műélelmiszerek tömegeknek. A lakosság nagy részét létminimumra kényszerítenék,
egy alapjövedelem formájában, amit viszont úgymond ingyen kapnak. Hát ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy ennek is az ingyen lesznek feltételei. Mozgási szabadság megszüntetése, utazás, turizmus megszüntetnék, ahogy láttuk ugye a Covid lezárások idején, hogy leálltak a repülőgépek, a turizmus, tönkrementek, vagy majdnem tönkrementek nagy cégek, vendéglátóhelyek és turista szállások. De a lakókörnyezetedet sem hagyhatod el. Erre vannak a 15 perces városok, aminek a szándéknyilatkozatát már sok 100 000 város aláírta, hogy ők megvalósítják. Magyarországon is nagyon sok város fogadalmat tett, hogy megcsinálja a 15 perces város dolgot. Ez arról szól, hogy olyan gettóba kényszerítik az embereket, amiből úgymond nem kell kijárni, mert minden ott lesz, csak éppen nem szabad kijárni, mert kimenni már tilos. Tehát, hogy az előny átfordul hátrányá. Csak ha elfogadod, igazolt munkád miatt teszed, akkor mehetsz ki onnan. Transhumanizmus, ami a komputerek, a robotok és az emberek speciális hibridizációja, vagyis az emberekbe építenek számítógépeket, úgynevezett Neuralink segítségével. Ugye a Tesla gyártója, hogy hívják, Elon Musk ugye csinálja ezeket a Neuralinkeket, és most a napokban beszámolt már róla, hogy milyen előre haladott kísérletek vannak, és már megvannak az első emberek, akikbe be van ültetve, és hogy gondolataikkal tudják a számítógépet irányítani. Ez állati vonzó a fiataloknak, akiknek semmi tapasztalatuk az életről, de rendkívül nagy veszély egy idős ember szemületében, mert látható, hogy hogyan lehet utána rabságba hajtani az ember, hiszen ha a gondolatába tudja irányítani ő magát, akkor kívülről hullámok segítségével is tudni fogják irányítani őt. Az emberi identitás teljes megszüntetése a cél. Teljes személyi kontroll, az emberek csippelése, mozgásuk és szabad döntéseik jelentős korlátozása, az emberek totális megfigyelő rendszerének kiépítése. És az egészségű teljes átalakítása, mégpedig távgyógyítás, oltások kultúrája, az egészséges életmód teljes felszámolása, természetes gyógymódok felszámolása. És ugyanígy a művészetet, kultúrát is szeretnék felszámolni. Ez a Grétvezet mondandója, ezek a pontok, amiket elsoroltam. És itt van például a 8 jóslat a világról, csak az egyet emelem ki. Nem lesz semmit, és boldog leszel. Ugye ezt hangoztatják ilyen propaganda videókkal, tehát ezt komolyan teszik. Tehát az, hogy nem lesz semmit, ez azt jelenti, hogy tönkre teszünk úgy, hogy a végén nem kell semmit birtokolnod, mindent bérelhetsz a gatyától kezdve az autódig, mindent bérelhetsz tőlünk természetesen, és ilyen módon úgymond boldog leszel, csak hát az semmire nem lesz elég, és mindenféle feltételekhez lesz kötve. És ugye a depopuláció az azt jelenti, hogy amit az előző alkalommal elmondtam, hogy 500 és 2000 millió, tehát 500 millió és 2 milliárd közé akarják levinni az emberiség létszámát a mostani 8 milliárdról, azért, hogy ők könnyebben tudják uralni, irányítani, és több hasznot hozzon számukra. Látszólag ellenmondásos, de ennek rengeteg háttere van, amivel ők mégiscsak jobban fognak járni. Ugye például a vagyon elkobzása is hasonló. Ugye Carlo Maria Vigano érsek, ugye most arról beszélek, hogy a másik oldalon milyen ismeretek és személyiségek vannak. Carlo Maria Vigano érsek, olasz katolikus érsek, hivatalban nuncius. And I share to you some talks regarding the present situation in the world and in the church. For the past 4 years, we have been witnessing the implementation of a criminal plan of world depopulation, achieved through the creation of a false pandemic and the imposition of a false vaccine, which is now known to be a biological weapon of mass destruction. Tömegpusztító biológiai fegyver. Ez nem beszéltem, ennek is nagyon sok irodalma van.
immunrendszer tönkreteszi. Causing sterility and the onset of deadly diseases. Many of our friends and acquaintances have died or been severely damaged by the adverse effects of this experimental gene serum. Szinte mindenkinek vannak halott ismerősei. Too late that they have been the victim of a global plan with a single script under a single direction. What is even more serious is that this new Malthusian project of mass extermination, which is added to the will to control each of us through graphene oxide nanostructures, have been announced to us for some time by those in the World Health Organization and the World Economic Forum, who conceived and implemented it. The rulers of the Western states, hostage to Bill Gates and Klaus Schwab, have become accomplices to this crime, demonstrating their malice and premeditation by their behavior, falsifying data on alleged infection, doctoring statistics that attribute death and adverse effects to COVID-19, but not to the gene serum, prohibiting effective treatments, imposing harmful protocols that have no scientific basis, banning autopsies, and preventing the quarantine accurate report to health authorities. In this attack, unprecedented in the history of the human race, we have witnessed the complicity of all national and international institutions. A két év olyan tanulságokra szolgál, hogy szerintem még egyszer ezt így nem szabad csinálni. Tehát sokkal nagyobb nyilvánosság kellene, sokkal őszintébb párbeszéd, amikor én is próbáltam mondani, hogy Magyarországon én nem hallok soha egy vitát arról, hogy tényleg a vakcina utóhatásai. Valaki, vannak egy csoportok, orvos csoportok, amelyek ezzel foglalkoznak és segítenek ezeket, azok biztos vannak egyébként, csak jó lenne ezekről tudni. Soha a világ történelemben nem fordult elő az, hogy a teljes földgolyó egységes irányítás alá került. Minden ország ugyanazt a programot végrehajtotta. Tehát nem az volt, hogy nem. És ugye nyilván volt a svédországi kivétel, meg az izraeli kivétel, amit laboratóriumként kell értelmezni, hogy jó, hagyjunk ilyen picike laborokat, hogy lássuk, hogy mi van, ha mégsem csinálják. Ugye, és ki is derült, hogy nem lett semmi katasztrófa, zárója bezárva. Tehát nagyon érdekes az, hogy jól együtt működött a világ, túl jól is, és egységes uralom alá tudott kerülni. Talán amiért ezt most törvényi szintre, hatósági szintre akarják emelni, az nem azért van, mert nem működtek akkor együtt, és valamit elrontottak, és jobban is lehetett volna ezt csinálni, hanem azért, mert azóta kiderült az a rengeteg turpiság, most nem hihetetlen nagy irodalom van azóta, hogy a 20 000 oldal, amit kipereltek a Pfizer, most valószínűleg csődbe fog menni, mert egy pertársaság olyan kártérítést kapott, amit hogyha kiterjesztenek az összes károsultra, akkor eltűnik a vagyona. Tehát itt tart most a Pfizer cég, persze csinálnak egy másikat, tehát olyan mértékű a károkozás, amit most már törvényileg is megállapítottak, sőt az, hogy ők közben is tudták azt, de csomó dokumentum van erről, hogy sem a vírus terjedését, sem pedig az elkapását nem befolyásolja, viszont az oltás maga viszont rengeteg sok mellékhatása van, és ezer millió, tehát az emberek már utólag nem bíznak benne, utólag van felháborodás, és az út nem azért akarják ezt az újfajta hatóságot, mert akkor nem működött jól minden, hanem azért, mert most már nem akarják. Ugye, tehát ez egyfajta előszaktétel, ahelyett, hogy válaszokat adnának azokra a kérdésekre, amik besöpörtek az asztalára, de a Tamás is beszélt, hogy rengeteg kérdés ott maradt, mert betiltották a beszélgetést erről, és utána a beszélgetés utólag is. Így van, abszolút egyetértek, mert valóban, te is mondtad, elfogadom, volt egy félelem az emberekben, valami új
dolog történt, Covid, stb., hogy minél gyorsabban jöjjön a kívülete. Legyen túl rajta, igen. Utólag viszont a tanulságokat végre vonjuk le. Mert az világosan kiderült, hogy, és már a Pfizer dokumentum is kiderült, hogy a vakcinák mellékhatása iszonyatosan jelentősen jelen van. Erről nem szeretünk beszélni, beszéljünk már végre. Karl Lauterbach, német miniszter, az CDF-ben adott egy interjút, azt megnéztem, 10 perc volt az egész, kutya kemény volt a riporter egyébként. És azt mondta, hogy Németországban jelen pillanatban a vakcinának 500 000 káros útja van, akik különböző módon szeretnének, nem tudnak dolgozni, és így tovább. Tehát azért ez elég nagy szám. És szeretnének valami kárpontást kiderülni, ugye a cégek, a Pfizer, Moderna, teljesen immunisak, tehát abszolút jogilag rendezték azt, hogy ők semmiféle felelősséget nem vállalnak, hogy a vakcinának milyen mellékhatásai lesznek, tartós és adott esetben halálos mellékhatásai vannak, ezekre érdemes figyelni, nem figyelünk, sajnos. Kettő, a Karl Lauterbach miniszter úrról megkezdődik ott el, hogy hát mi gondol erről 300-500 000 emberről. Szerintem sajnálom őket. De hát ön azt mondta a kérdezőriportától, hogy hát ha valaki a vakcinát megkapja, akkor semmiféle mellékhatása nem lesz. Hát ezt egy vittelen mondtam, nem gondoltam elég járt, hogy tényleg ilyeneket válaszolt, mellébeszélt. És akkor azt mondta, hogy csak az állam az egyetlen, aki felelősséget tud jelen pillanatban vállalni a vakcinakáros utak miatt. És ez egy nehézkes folyamat, mondta a riporter, hogy hát igen, nagyon nehézkes, mert évek múlva kapott 100 eurót, és akkor csokolom. És akkor felvetette a riporter, és meg érdekes, hogy mi lenne, hogyha ezek a nagy cégek, Pfizer, Moderna, AstraZeneca csinálnak alapítványokat, mondta a riporter, és a vakcinakárosultakat valamilyen módon kárpótolnák, akik nem tudnak már dolgozni, mert leszázalékolják őket, képtelenek. A tünetekről te sokkal többet tudnám mondani, a szívizomgyulladástól kezdve egészen az infarktusig és az ezerféle mellékhatásokig. Miért nem beszélünk ezekről? Miért félünk? Keveset beszélünk itt Magyarországon, keveset írunk, keveset beszélünk, visszamenőlegesen is sajnos magáról a Covidról, annak a kialakulásáról, valamit magáról, magukról, a vakcinákról, főleg az mRNA-s vakcinákról, azoknak a használhatóságáról, esetleges negatív utóhatásairól. Számos országban erről már számos cikk, tudományos, és tudományos, hangsúlyozom, valóban tudományos elemzések jelennek meg. Például nem még Németországban már azért nyíltan beszélnek arról, hogy a vakcinák utóhatásai 400 000 embert érintettek, és ezek nagyon komoly utóhatások, és a halálesetek száma is elég magas a vakcina beadásának következtében, mármint az mRNA-s vakcinák beadása következtében, de erről már maga Karl Lauterbach is nyilatkozott, hogy ez teljesen csak sajnálatos ez a folyamat, és ezzel foglalkozni kell. Már csak zárójelben mondtam, de mégsem annyira, mert pontosan arról van szó, hogy hatalmas viták zajlanak a nem első nyilvánosságban, más országokban, akár az első nyilvánosságban is arról, hogy tulajdonképpen itt a Covid kapcsán is bizonyos tudós körök, mondjuk most név szerint meg kell, hogy említsen Dr. Fauci-t, aki Amerikában irányította azt a járvány történetet. Lényegében véve Fauci-ról már kiderült részjel, meghatározta, hogy milyen véleményeket lehet megírni tudományos szaklapokban a járvány jelentőségéről, gyógyíthatóságáról, mondjuk az ivermektinről, és sok mindent mondhatnánk, és hogy hogyan lehet ezt kezelni, mennyire veszélyes, stb. Tehát az a félelme az embernek, hogy az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a tudományos viták szabadságát erőteljesen korlátozhatják ezek a körök, mármint a gyógyszergyártó cégek, a Big Pharma, a hozzájuk anyagilag egyéb módon kötődő személyiségek, szakember csapatok, akik csak azt írhatják le, vagy csak azt mondhatják el, ami tetszik a Big Pharmának, és a saját gazdasági profit érdekeket szolgálja. Tehát itt a probléma azzal van, hogy
hogy ott a legfőbb, legmagasabb fórumokon, tehát a WHO környékén és a Big Pharma környékén olyan típusú vélemények hangzanak el mondjuk egy járványkal kapcsolatban, amelyek egyszerűen elnyomják az ellenkező véleményeket. Tehát elnyomják az olyan véleményeket, hogy a COVID-19-et is lehet, hogy másképp kellett volna például kezelnünk, vagy másképp például fölfognunk, vagy másképp kéne gondolkodnunk a utóhatásokról, a vakcináktól és így tovább. Ez nyilván rendkívül kényes téma, tehát nem akarom ezt én sem tovább boncolgatni, mert nem vagyok szakember. Csak attól félek, hogy az az állapot be ne álljon a világon, amikor majd nem lehet nyílt vitákat folytatni egy járvány, tényleg fedjük a fejét, annak a jelentőségéről, a súlyáról, az ellenszerekkel kapcsolatos kérdésekről, és így tovább, hanem hogy tényleg egy központ dönti el, hogy egy nemzetállamnak akkor most ezt a vakcinát kell, hogy beadja mindenkinek, főleg kötelező erővel, ami végképp a nemzetállami szuverenitás megszüntetését jelenteni. Hát pontosan azt mondta el, ami ellen én felemeltem a szavam, hogy az egy lehetetlen állapot, hogyha az orvosi eskümmel szemben, a szakmai elvekkel szemben megbeszélés helyett elmarasztalás vagy büntetés kell járjon, tehát hogy ezt nem lehet megvitatni, ez nonsense véleményem szerint. Nem találkozik semmilyen eddigi elvünkkel, amint szocializálódtunk. A lezajlott egy járvány, de az intézkedések a mai napig nincsenek kiértékelve. Ezért fennáll a veszélye, hogy tudatlanul, tudománytalanul visznek bennünket bele egy következő áljárványba. Tehát olyan kérdések nincsenek megválaszolva, hogy mi értelme volt a kiárási tilalomnak. Ugye nagyon sok publikáció van arról, hogy semmi értelme nem volt, sőt kontraproduktív. Az állandó teszteléseknek, ami ugye hamis eredményeket adott. Az idős otthonok lezárásának, amivel ugye félelmet keltettek, és a hozzátartozók vigasztalását sem kaphatták meg az idős emberek, akiknek egy jelentős része sajnos meghalt. Az operatív törzs napi propaganda munkájának, a 10 napos karanténnak, a fertőzési lánc nyomozásának, tehát hogy valakiről kimutatják a PCR teszttel, hogy Covid beteg, és akkor nyomozzák, hogy kivel találkozott, és még azokat is kvázi megkurcolják. A maszkordásnak, pláne szabad térben, korcsoportonként, a plexifalaknak, a távolságtartásnak, a gyülekezési szabadság korlátozásának, a vásárlási időszávoknak, a home office-nak, a homeschool-nak, egyáltalán a félelemkeltésnek, ugye ez látható volt, hogy szándékosan félelemkeltés zajlott. Az oltásoknak, mennyi az oltástól sérült ember Magyarországon, mennyi az elhalálozás, ami összefüggésbe hozható az oltásokkal. A két meghallgatás során előadott tényszerű hivatkozásokkal alátámasztott prezentációimban igyekeztem azt igazolni, hogy az ellenem vádként megjelölt rémhírterjesztés eltörpül amellett a nemzetközileg szervezett bűncselekmény sorozat mellett, ami ellen felemeltem a szavam. Emberek sérültek, haltak meg, vesztették el családtagjaikat, vesztették vagyonukat. Miközben utólag látszik, sem az intézkedések jelentős részének, sem az oltásoknak semmi haszna nem volt, viszont ártottak. Ezek megkérdőjelezése megalapozott szakmai vélemény, amelyet meg kellett volna vitatni. Erre lehetőséget kellett volna adni. Egy orvos dolga az emberek élethez való jogának védelme, a saját lelkiismereti szabadsága szerint. Ezért orvosként kötelességem volt megszólalni. Nem én követtem el a bűnt, semmi szándékom nem volt embereket rémizgetni, valótlanságot állítani, és szerintem az látható az előadásomból, hogy valótlanságokat nem is állítottam. Az idő, a valós, nem a Big Pharma által megvásárolt tudomány engem igazolt. Ezért véleményem szerint nem lehetek rémhírterjesztő sem. Számtalan rémhír viszont elhangzott azok szájából, akik az embereket rettegésben tartó elmúlt 3 évnek a történéseit létrehozták és fenntartották. Azt mondták,
Aki nem követi az utasításokat, az akár meg is halhat. Embertársai családját veszélyezteti. Ha mindkettő rémhír lenne, vagyis bűn lenne az is, ami azt propagálja tévesen, hogy menjen mindenki a szakadékba, mert csak így mentheti az életüket a megvadult kutyafarkától, és az is rémhír, ha valaki azt kiabálja, hogy ne hallgassanak a szakadékot hirdetőkre, mert ott lezuhanhatnak, és meg is halhatnak, és egyébként sem veszélyesek a kutyák, akkor vajon melyik rémhírre nagyobb súlyú, melyik az elítélendő? Véleményem szerint ez megbeszélés tárgya, és nem pedig szankciók tárgya. Saját praxisom. Egyetlen beteget sem vesztettem a járvány alatt. A betegeim nem panaszkodtak a véleményem miatt, hanem kétségbe esetten kerestek engem, mert nem kaptak segítséget az állami egészségükben. Ennek az időszaknak a végén megkaptam a Szent Györgyi Albert orvosi díjat. Kelet-magyarországi régióban a legtöbb ember az én munkámra szavazott. Saját praxisom adatai. Magánrendelőmben dolgozom belgyógyászként, és ha nem dolgoztam fel még az elmúlt 3 év egész adatállományát, de 2022. februártól 22. októberig sorra vettem, hogy kik jártak nálam, és a saját adataim elemzése 81 beteg, akik oltáskárosodottnak tekinthetők. 34 súlyos, tartós mellékhatás. A leggyakoribbak voltak az idegrendszeri rendellenességek, de nagyon feltűnő ugye, hogy 81 betegből 13 daganatos lett. Az idegrendszeri tünetek lehetnek egészen különbözőek, szédülés, Parkinson, pánik, szorongás, rángógörcs, hallási nehézségek, koordinációs zavarok, zsibbadás, parézis, bénulás. Rendkívül impresszionáló, hogy olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők soha semmilyen bajuk nem volt, majd beoltatták magukat, és a oltás után olyan tüneteik lettek, amelyek a mindennapi közérzetüket, jó közérzetüket lehetetlenné teszik. Vagy egészen súlyos betegségek alakulnak ki. Hát ugye sokan ezek közül, a daganatosok közül már sajnos meg is haltak. Fájdalom 17 személynél, krónikus fáradtság 11-nél, de volt vörtünet, hasi panasz, légúti tünetek, mozgásszervi tünetek, érrendszeri tünetek, vérnyomászavarok, szívritmuszavar, gyerek is van, több. Összességében és menstruációs zavarok, ugye ez rendkívül gyakori, nyirokúti duzzanat, vércukorbetegség, húgyúti gyulladások, fertőzések, hőemelkedés, nagyon gyakori a fogyás, az emésztőrendszeri panasz, hajhullás, pajzsmirigy funkció. Szóval, ha összegezni kell, akkor azt mondom, hogy 3 vonalon ártott az oltás leginkább az embereknek. Elsősorban szív- és érrendszeri bajokat, ezzel rövidíti az életét. Aztán immunrendszeri problémák, amiben van autoimmun és daganatos betegség, és a harmadik pedig a reprodukciós bajok, ami azt jelenti, hogy terméketlenné válik, illetve mindenféle nőgyógyászati vagy ivarszervi problémái lépnek fel. Ezek mindegyike hosszú távon rövidíti az emberi életet. És nagyon egyszerű helyzetben vannak most jelenleg még ezek a gyógyszergyárak, mert úgy gondolják, hogy a hosszú távú mellékhatások azok nem beazonosíthatók a betegséghez. De ez nem igaz. Egyre több tudós van, aki rendkívül jó eredményeket produkál most már. Épp a szünetben hallottam az egyik ismerőstől, hogy most megjelennek ilyen 99 millió ember összegzett adatai az oltáskárosodások nyomán. Tehát ezek most már olyan perdöntő jelentőségűek, hogy előbb-utóbb ezek a dolgok beszélre kell kerüljenek akkor is, hogyha én még csak összeesküvőként voltam számon tartva annak idején. Uh,
összeesküvés hívőként. Ja. A betegek fele amiatt keres, mert oltott, és az oltások nyomán panaszai vannak. Több száz oltást károsodott betegen van, visszajárók döntő többségében gyógyulnak. Sokaknak lehet segíteni, halottakon már nem. A nem oltottak is felkeresnek, és nagyon hálásak, hogy a járvány alatt tartottam bennük a reményt. Ezt minden túlzás nélkül mondom, hogy minden nappal 1, 2, 3, 5, aki köszönetet mond azért, ahogyan a Covid árjárvány alatt videóimmal biztattam őket, hogy nem kell félni. Ugye szükség esetén tudtam volna, tudnék tanúkat hívni oltáskárosodásokról, az orvosi szemlélet hiteltelenségéről, ahogyan megszégyenítették a betegeket, rémtörténetekről, méltatlan erőszakról. Ha újra kezdeném, akkor is a betegeim és az emberek élete lenne számomra a legfontosabb. És biztos, hogy az emberek is már sokkal érettebben állnának ehhez hozzá. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam. Szeretném még azt kérni, hogy van egy osztrák professzor kolléga, aki Ausztriában rakja össze ezeket az információkat. Zönixen doktornak hívják. Ő megjelentetett, vagy hát összefoglalt egy tanulmányt 2023. decemberében, ahol hát valami hasonló következtetésekre jut nyilván, mint amilyen az enyém is, csak azért szeretném ezt beadni a bíróságnak, hogy lássa, hogy nem egyedül vagyok ezzel a fajta megközelítéssel, véleményemmel. Ez az egyik. A másik a Bardóz Zsuzsa professzor asszony, akinek a kicsit meghökkentő genetikai módosításra vonatkozó tanulmányát ismertettem most a mai napon. Az ő hivatkozási forrásait azt nem adtam be az előző alkalommal, amikor már leadtam. Ezt szeretném pótolni. Azon túl szeretnék a tiszteletbíróságnak adni a vallomásomból két példányt. Az egyiket színesben nyomtattam, a másikat fekete-fehérben, hogy írott formában is meglegyen, és szeretném kérni a lehetőségét annak, itt most fogalmazódott meg bennünk, hogy a videóknak a szövegét is szeretnénk leírni magyarul, tehát ebben minden más benne van, meg még több cikk és irodalom is, de a videók szövege csak részben van benne, úgyhogy ezt szeretnénk még majd pótolni, de ezt, amit most elhoztam, jelentős tétel volt a filmmásolása, azt mindenképpen szeretném tudani. Tehát köszönöm szépen, és külön szeretnék az ön titkárnőjének köszönetet mondani, hogy olyan alaposan megcsinálta a lehetőséget. Akkor érdekében kivonatban az egyik, hogy 11-50-6-ra vágyott olyan hivatkozott iratokat, a jelzőkönyv vendégleteként kerül az iratok közé. Akkor ezzel az önálló összefüggő nyilatkozatát a vándirazban foglaltakkal kapcsolatban, hogyha jól értettem, akkor befejezte. Igen. Kérdéseket szeretnék feltenni önnek, és akkor ezt követően majd az ügyészség képviselőjének és ügyvédőnek is lesz lehetősége arra, hogy kérdezzen. Most arra szeretném kérni, hogy kérdéskedjék állva nyilatkozatot tenni. Oda menjek? Hogy... Igen, legyen. Beszélünk is a hangot, hogy nem szükséges elmozdítani. Hát ami kérdésként bennem felmerült az önálló főnyi lakkozata után, az lényegében a törvényi tényállással és annak bizonyos elemeivel kapcsolatos. Én ennek a nyilatkozatnak a orvos szakmai részébe, vagy arra vonatkozóan kérdésem tennék fel.
ami elhangzott, az érthető volt, és az ön álláspontjának a fejtését és a védekezésének az irányát megértette. Azt, hogy ezt a nyilatkozatot, ami a vártárgyást képezi, az orvosokat tisztánlátásért oldalon ön közzétette, és ott ezt a nyilatkozatot elmondta, ezt elismeri-e? Igen. Igen. Azt is, hogy ezt a nyilatkozatot a nyilvánosság számára, tehát minél több ember számára hozzáférhető nyilatkozatnak, videónak szánta, ezt is elismeri-e? Igen. Igen. Ha jól értem, akkor azok az állítások, amiket megfogalmazott a videóban, azok egyrészt az ön szakmai álláspontját tartalmazták, másrészt pedig más személyek nyilatkozataira alapozott, de saját meggyőződésként tolmácsolt közlések voltak. Ez így helytálló? Igen, és nagyon fontos motivációm volt az, hogy az emberek féltek. Ez kezdettől nagyon nyomon követhető, rendkívül nagy félelem volt a társadalomban, és azok, akik engem figyeltek, azok várták tőlem azt, hogy valamiféle biztatást kapjanak, hogy nem minden úgy van, ahogyan a mainstream médiában hallják. Amit ott a nyilatkozatában elmondott, azt hittel, belső meggyőződéssel vallotta akkor, amikor ezt a nyilatkozatot megtette? Abszolút. Ez úgy született, hogy akkor már úgy minden porcikámban elegem volt abból a sok hazugságból, amit hallottam, és ezt szerettem volna már kevéssé kontrolláltan tettem nyilván. Nyilván, hogyha jobban megfontolom, hogy hogyan kellett volna úgy nyilatkoznom, hogy semmit ne sértsek, akkor valószínűleg, hogy finomabban tettem volna ezt meg, de a legfőbb célom akkor már az lebegett csak előttem, hogy muszáj kimondani az igazat, és nem szabad hazudni tovább. Amikor ezt a nyilatkozatot megtette, akkor ez a weboldal, az orvosok a tisztánlátásért, ez már korábban is működött, tehát nem erre a célra létrehozott felület volt, ugye? Igen. Igen. Ezen az oldalon megtalálhatóak-e olyan nyilatkozatai önnek, vagy máskor is szólt-e már úgy az emberekhez, vagy azokhoz, akik érdeklődtek más nézőpont vagy álláspont iránt, ami mondjuk úgy, hogy a tradicionális vagy hagyományos orvoslással ellentétes véleményt, álláspontot fogalmazott meg? Soha nem volt szempontom az, hogy szemben álljak a hivatalos orvoslással. Mindig az volt a szempontom, hogy a valóságot közvetítsem. Tehát a nyilatkozatok egy része egyezhetett a mainstream médiában hallottakkal, másrészt szembe fordult azzal, és nem csak én nyilatkoztam, hanem nagyon sok társam és kollégám, és nemzetközi videókat fordítottunk le azért, hogy azok hitelesen közvetítsék azt a véleményt, amely vitatja ezt a kvázi valótlan propagandát, ami folyt. Jó, most én nem csak a COVID-19-re vonatkozóan tettem fel ezt a kérdést, hanem az azt megelőző időszakra, bármilyen, akár járványal, de itt a H1N1-től megkezdve elhangzott sok minden, hogy ezekkel kapcsolatos vélemény megfogalmazás, vagy tényadatok közlése, kutatómunka, videók is korábban közlésre kerültek-e, és azok szerepeltek-e ezen az oldalon, elérhető volt ez? Igen, korábban is megtalálhatók voltak, és van egy saját oldalam, amit egy idő után próbáltam ketté választani, hogy én a saját szakmai munkám terén nem teszek olyan nyilatkozatokat, amelyek kvázi ellenkezést láthatnak ki, ezért a tamasidr.hu oldalat azt egy ideig használtam itt is, ott is, hogy ezen is, meg azon is nyilatkoztam, egy idő után ezt megszüntettem, és ott már csak a kifejezetten a gyógyító szakmai munkáról nyilatkoztam, de ez így igaz, ahogy a bírónő elmondta, előtte is mindig voltak megnyilatkozások, amelyben például a természetes gyógymódok, vagy az életmódok, a táplálkozásnak
a nem konzervatív vagy nem mainstream megközelítéséről beszéltem, mert nagyon sok minden van, amit szintén befolyásol ez a fajta propaganda, amit a gyógyszergyárak irányítanak. És hogy jól értem, akkor korábban is végzett kutatómunkát azzal kapcsolatban, hogy adott esetben milyen lobby érdekek állhatnak egy-egy gyógyszer javaslata alkalmazása hátterében. Igen, én 1985-ben végeztem az Orvosi Egyetemet, és a diplomamunkám az a gyógynövényboltokban felelhető gyógynövényeknek a hatása volt szemben a gyógyszerekkel. Tehát én úgy születtem orvosként, hogy már ezekről a dolgokról kvázi egy alternatív véleményt fogalmaztam meg. A nyilatkozata megtétele idején tisztában volt-e ön azokkal a jogi szabályokkal, ami a veszélyhelyzet idejére vonatkozott? Ez a részben a előadásból, amit itt összeállított prezentációban kiderül, de erre vonatkozóan szeretnék egy megerősítést, egy számolatot kapni, tehát hogy azt, hogy mi a jogi környezet, a jogi szabályozás, mi a követelmény, elvárás ezzel tisztában volt, de ismerte a kormány által hozott döntéseket? Igen, ismertem, de ugye azért sok minden nem volt egyértelmű a szabályokban, talán még valamennyire, de az intézkedésekben, illetve annak megvalósításában már kevésbé, tehát nagyon nagy volt a bizonytalanság abban, hogy mi az, amit az ember megengedhet magának, és mi az, amit nem. És természetesen, ha nem engedheti meg magának, akkor sem értettem azzal egyet, hogy én az orvosi etikámat felfüggesszem azért, mert hoztak egy olyan jogszabályt, ami lehetetlenné teszi az orvosi diskurzust. Úgyhogy a válaszom az, hogy igen, talán ismertem, nem biztos, hogy mindent, én nem jogász vagyok, hallottam róla, és próbáltam és azokat betartani, de nem mindenek felett, és nem alapos utána járás után tettem ezeket a nyilatkozatokat. És egy utolsó kérdésem, hogy nagyon sok forrás nyilatkozat elhangzott azzal kapcsolatban, amivel ön azt kívánta alátámasztani, hogy azok az állítások, amiket megfogalmazott, azok az ön kutatómunkája, adott szerző tevékenysége eredményeképpen bizonyítást nyertek, és ezért közölte ezeket. Azt szeretném tudni, hogy a hivatkozott források közül melyek azok, amik már a nyilatkozat megtétele előtti időben megvoltak rendelkezésre álltak, és mi az, ami mondjuk utóbb keletkezett, és most így a védekezésében, mint forrást felhasználta és megjelölte. De itt szóba került a parlamenti, különböző országok parlamenti ülései, ezek az elszámoltatások, különböző politikusoknak a nyilatkozatai, amiket most ugye a vallomásában felsorakoztatott, mint azokat a tényeket alátámasztó bizonyíték a háború folyik az emberiség ellen megnyilvánulása, hogy az meg lehet esetleg határozni, és mondjuk ha igen, akkor ez később, ha kimunkálja és úgy beküldi, vagy kér időt ennek a csoportosítására, akkor azt is el tudom fogadni, csak hogy így egy ilyen szelektálás ez végezhető-e. Azt tudom mondani, hogy 2020 áprilisában, húsvétkor csináltam egy olyan videó nyilatkozatot, ami, ha nem is ilyen keményen és kerekperet mondta ki ugyanezeket a dolgokat, akkor is kimondtam már. És azt is akkor is azért mondtam ki, mert akkor is ismertek voltak bizonyos tényezők. Tudtuk azt, hogy nem voltunk járvány idején azzal a ellenanyaggal, ami a járvány okozza. Tudtuk azt, hogy a maszk nem ér semmit, rendelkezésre álltak olyan
közlemények, ami azt is bizonyította, hogy még a sebészeti műtőben lévő maszk is kontraproduktív. Tudtuk azt, hogy átadni vírusos betegséget, azt nem úgy lehet, hogy hozzáérek, hiszen mindenkiben ott vannak a vírusok, és megjelenik az egész világon szinte egyszerre valamilyen tényezőtől, talán klimatikus tényezőtől, ugyanaz a kórokozó. És én 2009-ben, amikor a Jakab, aki meghalt, a járványügyi szakértő ugye vezette a H1N1 járvány elleni eljárást, akkor is felemeltem a szavam az miatt, hogy láttam, hogy központi propagandával olyan védőoltást propagálnak, aminek nincsenek meg a bizonyítékai. Tehát nagyon sok minden megvolt, csak talán kevesebb és egyszerűbb formában voltak meg ezek a közlemények és információk, és ahogyan most telik az idő, ahogyan vége lett, ahogy Putyin eleresztette az első rakétát és megszűnt a Covid, azon nyomban elindult egy csomó új vizsgálat, és azt mondhatom, hogy most már tömegével állnak rendelkezésre, és természetesen ezeket is használtam, de a lényeg, a magja, az egész nyilatkozatomnak az megvolt, annak voltak már akkor is forrásai, és voltak, amelyekről én meg is jegyeztem a előadásomban, hogy ez már korábban is megvolt. Talán így a fele lehet olyan, ami létezett információként már előtte is. Ha ez kell, akkor ezt külön tudom válogatni, tudom különíteni, hogy mik voltak előtte meg. De az információ, a tudásom akkor is megvolt már, csak legfeljebb kevesebb bizonyíték állt rendelkezésre. Nincs kérdésem. Tanosi úr, a tisztelt bírónő kérdéseire büntetőjogi szempontból gyakorlatilag tényben beismerő vallomást tett, a többi az ingyen kerék kérdése, de természetesen értem a szabélyedkezés. Nincs. Kérje, hogy elhangozhatna a jegyzőkönyv számára. A jegyzőkönyv.